Nem csak Körmendi, de országos szinten is a legkorszerűbbek közé tartozik az újonnan megnyitott Elixir patika. A nemzeti ünnepen adták át, és másnap már hivatalosan is megnyitotta ajtaját az új gyógyszertár, amelyben egy automata adagolja a dobozokat a gyógyszerészeknek, akiknek így több idejük marad arra, hogy a betegekkel, a vásárlókkal foglalkozhassanak. Története újabb fejezetéhez érkezett a Körmendi családi vállalkozás. Eddigi működési helyéről egy korábbi lakásból kialakított patikából a szemben lévő, régebben szépségszalonként működő üzletbe tette át székhelyét a gyógyszertár, amelyet október 23-án avattak fel. Kötelességem szólni arról a családi vállalkozásról, amely igazán meghatározó szerepet tölt be immár 1993 óta Körmend életében. Bebes István hangsúlyozta, hogy a patikát működtető családa szakmán kívül is nagy szerepet vállal a város életében. Számos területen támogatják Körmend egészségügyi, sport és kulturális eseményeit. Az új gyógyszertár avató ünnepségét a helyettes országos tiszti főorvos is megtisztelte. Egy patika az közegészségügyi, népegészségügyi egység. És mint ilyen, egyértelműen az emberek ügyére szolgál. Az azt is jelenti egyben, hogy nem csak szolgáltatásokról beszélhetünk, hanem szolgálatról. A szó legnemesebb értelmében, és ahogy ezt azt hiszem a meghívóban is láttuk, a hipokrateszi eskü, erre, ugyanerre utal. Szalagátvágás helyett az avatás pillanatát az elsőként kiadott két doboz vitamin átadása jelentette. Magyarországon eddig nem létezett még olyan patika, amelyben az ügyféltérben segíti a munkát gyógyszerkiadó automata. Raktárakban használnak már hasonlókat, de ez a magyar fejlesztésű berendezés így segíti elsőként közvetlenül a kiszolgálást. Nem kell a gyógyszerek után szaladgálni a raktárba, hanem az expediáló kezébe kerül a gyógyszer, és így sokkal több tanácsot tud adni, csak a beteggel tud foglalkozni. A vállalkozás és a család történetét a Székesfehérváron élő ügyvéd dr. Borza János idézte fel, aki maga is rokoni szálakkal kötődik a hadnagy családhoz, amely jelentős terhet és kockázatot vállalt a fejlesztéssel, még úgy is, hogy az új patika létrehozásához 65%-os pályázati forrást is nyertek.